Miért ebben a postafiókomban vagyok benne? Na mindegy, a magán postafiókomban lépek be, csodálkozó, hogy nem találom a híreket. Szevasztok, köszöntök mindenkit, elindult a Restart, nézzétek el nekem, hogy szemüvegbe, de egész nap gép előtt ültem, és vibrál a szemem konkrétan, így se nagyon látok, tehát már szemüvegbe se, úgyhogy rajtam már se segít, de így leszek adás, mert különben nem fogunk tudni, nem látom a monitort. Úgyhogy én a Vendi vagyok, ha valaki esetleg nem ismerne meg, hello, hello, és akkor kezdjük is a hírekkel rögtön. Sok-sok érdekesség van megint csak, illetve a legfrissebb hírek után pedig jöhetnek a ti hozzászólásaitok. Kezdjünk is bele rögtön. Az első hírünk, ha már itt a Facebookosoknak a Pokémon Go-t mondogattam, akkor, vagy meséltem már megint, hogy milyen hírek, meg álhírek terjednek az interneten, naponta legalább egy tucat jön, mindenféle videók, amiben az látszik, hogy az autópályán leállítják a forgalmat, mert ott pokémonoznak, ami kiderült, hogy kamu, mert az egy előző héten történt tüntetés eset, tehát hogy annak alkalmával állították le a forgalmat. Tehát azért jönnek itt szépen a hergelő hírek, úgyhogy én már megnyugodtam, belenyugodtam, mondjuk így, úgyhogy semmiféle, hogy is mondjam, ellenszenv nincs a Pokémon és a Pokémon Go-t játszókkal szemben. Az ezzel kapcsolatos híreket természetesen én is követem és megosztom veletek, mert hát ha a világot ennyire érdekli, ez akkor ki vagyok én ugye, hogy itt erről ne szóljak. Az Egyesült Államokban az egyik mobil szolgáltató, egyébként Magyarországon is jelen van, a T betűvel kezdődő mobil szolgáltató, mert végülis ez a neve, tehát igazából nincs is folytatása a T-nek, szóval a T szolgáltató ingyenessé tette a Pokémon Go alkalmazást, ami olyan szinten, most ezt úgy értsétek, hogy a hozzátartozó adatforgalomé nem kell fizetni. Milyen kedves ez a szolgáltató, nem? Tehát, hogy ha már így mindenki benne van ebbe az őrületbe, akkor legalább ne forgalmazon adatot, hogyha esetleg ezzel játszik, és hát amerikai példa nyomán az itthoni mobil szolgáltatók felé is petíciót nyújtottak be, már több mint 500-an csatlakoztak a Facebookon indult petícióhoz, melynek támogatói azt kérik a mobil szolgáltatóktól, hogy ne számoljanak fel a havi, ne számolják bele a havi netes keretbe a Pokémon Go alkalmazás adatforgalmát, ahogy ugye ezt az Egyesült Államokban a szolgáltató már megengedte, hogy ne kelljen ezért fizetni. Sajnos úgy tűnik, hogy hiába sem a Telekomnál, sem a Vodafonnál, sem a Telenornál, bár ott egy picit megengedőbbek voltak, azt mondták, hogy nem terveznek ilyesmit. A Telenornál azért is nem is túl biztatóan fogalmaztak, azt mondták, hogy vizsgálják a lehetőségeket, hogy milyen szerepük lehet a Pokémon Go-s felhasználói élmény maximalizálásában, és hogyha találnak erre valamiféle üzleti modellt, akkor természetesen lehet róla szó, hogy ingyenesen, vagy hát ezt az adatforgalmat, ezt nem fogják felszámolni. Hát valahol érthető a dolog, most az, hogy az Egyesült Államokban ennek ugye jóval nagyobb hype van, mint nálunk is azért sok ember bezombult, na de azért a szolgáltatók azok, ne felejtsük el, ismételten csak felhívna a figyelmet, hogy ezek gazdasági társaságok, üzleti vállalkozások. Ha ők nem látnak érdeket valamiben, akkor ők nem fogják csak úgy ingyen adni a szolgáltatásokat, mert mire föl? Hát ez logikus, nem? Persze lehetnek jó fejek, de a jó fejség az nem kötelező dolog, én azt gondolom, egy szolgáltató részéről. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek azért ilyen jellegű kedvezmények. Bízzunk benne. Tessék azt a petíciót aláírni, vagy benyújtani, és még ki tudja, hogy reagálnak rá a szolgáltatók. Oké, menjünk is tovább. Az új Windows-zal együtt, ha minden igaz, érkezik az új Xbox konzol is. Erről is ugye korábban már lehetett hallani. A Microsoft a hét elején végre elárulta, hogy a Xbox One konzolja már hónapok óta várt felújított kiadását, mikor szándékszik esedékessé tenni. Ezek szerint az eredetinél kisebb és új Xbox One S a Windows 10 évfordulós frissítésével együtt augusztus 2-án fog hivatalosan is megvásárolhatóvá válni. Az új játékgép, amiről már ugye lehetett hallani, nem csak méretében lesz kisebb az eredeti változatnál, de egy apróbb, ám annál kellemesebb fejlesztés is érkezik majd bele, ugyanis natívan fogja támogatni a 4K-s kijelzők használatát,
szemben elődjével, amely ugye csak Full HD kimenetet tudott produkálni. Ugyanakkor ezt az új képességet vélhetően csak a filmek lejátszásánál, illetve esetlegesen streamelt játékok esetében lehet majd kihasználni. A gép magjának teljesítménye ugyanis mindeközben nem fog változni, így a korábbi játékok továbbra is csak az eredeti Xbox One-hoz érvényes felbontáson fognak tudni futni, illetve emellett a képfrissítés mellett tudnak majd játszani továbbra is a felhasználók. Tehát azért nem fogják a procit kicserélni, hogy 4K-s megoldás is működjön, azért az jóval nagyobb számítási teljesítményt igényel, és erre még nincs felkészülve az új Xbox. Viszont hát ugye a filmek lejátszásánál hasznos lehet. Már akinek van ugye 4K-s tévé, ez megint ugye Magyarországon azért nem vagyunk annyira, én azt gondolom, túlságosan eleresztve 4K ügyben. Lehet már kapni 4K-s tévét, de azért még elég drága, úgyhogy én azt gondolom, hogy még olyan túl sokat nem érdemes szerintem emiatt lecserélni a konzolt, bár ugye aki nagy konzolfan úgyis lefogja, tehát hogy ez szerintem csak egy plusz dolog. Kisebb lesz a konzol maga, tehát ugye nem a batár, bár mert mostani sem batár, ugye az Xbox van nem olyan nagy, mint mondjuk az Xbox 360 volt, tehát egyre kisebbek lesznek ezek a konzolok, és aztán hát lassan majd ekkora méretbe lehet őket kapni, ugye erről is már korábban elég sokat beszéltünk, hogy hát a mobilok is lassan olyan képességekkel rendelkeznek, hogy simán lehet rajtuk ugye játszani, rengeteg játék van a mobilra, már talán jóval több is, mint konzolra, és ezeknek a játékoknak is egyre jobb a grafikája, egyre jobb számítási teljesítménye rendelkező mobillal, ugye tök jó játékokat lehet játszani, tehát nem azt mondom, hogy közelít, mert még azért meg sem közelíti a konzoloknak a szintjét, de azért a jövőben valószínűleg erre fognak ráállni, hiszen gondoljuk csak el, mindenkinek a zsebében ott van a mobil, ha a mobillal is lehet játszani, akkor minek kéne konzolt venni. Bár ez mondjuk üzletileg megint megkérdőjelezhető. Egy picikét. Oké, üzemzavar volt a Telekomnál a ma délelőtt folyamán. A Magyar Telekom ügyfelei délelőtt esetenként területtől függetlenül hívásindítás, illetve adatforgalmazási problémákat tapasztalhattak. A hibát elhárították, közölte a cég. A távközlési cégen belül többen is jelezték, hogy gond van már, hogy az előfizetők az internethálózattal, és a telefonhívások kapcsolása is akadozik. A legújabb információk szerint átmeneti volt a probléma, és gyorsan elhárították, csak ha esetleg valaki tapasztalt ma hasonlót ennek a szolgáltatónak az ügyfeleként, vagy pont, hogy egy ilyen 30-as számot hívott, és valamiért nem tudta elérni, akkor ez ennek is betudható lenne. Elég sok probléma szokott lenni, nem szeretnék persze negatívkodni, na de mostanában így szinte csak ennél a szolgáltatónál lehet hallani, azért havonta legalább egyszer, hogy van valamiféle leállás. Mondjuk az kétségtelen, hogy nekik van a legnagyobb ügyfélkörük is, tehát lehet, hogy a hálózat nem bírja a kiszolgálást, de hogyha gyorsan elhárították, akkor most olyan nagy probléma nem lehetett, mint mondjuk korábban volt, amikor fél napig állt a szolgáltatás. Aztán egy következő elég érdekes hírrel szeretnélek benneteket megismertetni. Hát egyelőre a jövőről beszélünk, megint csak egy kis érdekesség, de úgy néz ki, hogy atomi szinten működő merevlemezt sikerült készíteni, bár a mai PC-kben használt merevlemezek rendkívül fejlett technológiát képviselnek, és óriási tárkapacitásokat biztosítanak, kőkorszaki eszköznek tekinthetők egy új holland kutató által kidolgozott társukhoz képest. A Delft Műszaki Egyetemen megalkotott egység ugyanis atomi szinten képes írni és olvasni a tároló médiumát, ennek köszönhetően pedig körülbelül 500-szor annyi anyagot képes tárolni azonos méretben, mint a hagyományos merevlemezek. Az új meghajtó minden bit tárolásához csak egyetlen egy darab atomot használ fel, szemben a ma elterjedt merevlemezekkel, amik ugye több száz vagy több ezer atomot magába foglaló területen raktározzák el egy-egy bitet, tehát egy-egy bitnyi anyagot. A drasztikus méret csökkenésnek hála az új egység egyetlen négyzet colon, tehát körülbelül egy körömnyi területen 500 terabájtnyi információt képes elraktározni, ami körülbelül 10-szer annyi, mint amennyi a jelenlegi legnagyobb merevlemez teljes kapacitása. Ez azért durva, nem? Mondjuk az is durva, hogy azért már létezik 50 terabájtos merevlemez. Hát bár a kereskedelmi forgalmaink nem nagyon lehet kapni, azt hiszem, hogy 6 terrás talán a legnagyobb. Lehet, hogy már van nagyobb is, amit így lehet kapni, de még azok is iszonyú árban vannak egyébként.
Hát azért ez megint, ezért mondom, hogy a jövő, tehát mire eljutunk idáig, meg hát azt se felejtsük el, hogy gyakorlatilag pont egy ismerősömmel beszélgettem a mai nap folyamán, ő azt kérdezte tőlem, hogy szerintem mikor fog összeérni az SSD, illetve a HDD, már olyan szinten technológiailag, hogy gyakorlatilag teljesen leválthatja, hiszen árérték arányban ugyanarra lesz képes, már hogy ugyanazt a tárolókapacitást el lehet majd érni, és ugyanolyan árban fogják tudni adni. Erre én azt válaszoltam, hogy szerintem már most is tudnák annyira adni az SSD-ket, szinte biztos. Ha belegondolunk, hogy pár ezer forintokért lehet pendrive-okat, de ilyen iszonyú nagy pendrive-okat, 512 gigás pendrive-okat rendelni már külföldről, de tényleg, akkor most SSD-ket is lehet egyébként jóval olcsóbban, már valószínűleg ezek az előállítási költsége is szinte minimális. Én azt gondolom, hogy már most is meg tudnák ezt oldani, hogy annyira adják, de hát ugye akkor nem lenne benne semmi biznisz, tehát még ehhez szerintem idő kell. Hogy csökkenjenek még jobban az árak, mert azért kétségtelenül csökkennek, tehát azért most már ilyen tényleg ilyen pár tízezer forintokért egész jó és elég nagy tárkapacitású SSD-ket lehet venni. Arról nem is beszélve, ugye ezeknek az írási olvasási sebessége mennyivel nagyobb, mint a hagyományos HDD-nek. Tehát visszakanyarodva erre, hogy azért ebbe az irányba megyünk, tehát egyre inkább a flash technológia irányába megyünk, akkor így a HDD-k azok hogy kerülnek újra a képbe? Nincs ez még lefutva, ez körülbelül olyan, mint az optikai meghajtók, ugye erről is szerintem esett már szó jó pár hónappal ezelőtt, hogy ott is már terrákat képesek optikai meghajtókra, hagyományos, ugyanakkor a méretű optikai lemezekre kiírni, tárolni. Az más kérdés, hogy ez egyelőre kereskedelmi forgalomban még nem elérhető, de nem mondtak le teljesen erről a technológiáról, hiszen vannak még benne rejlő képességek, ugyanez van a merebb lemezek területén is. Tehát ez a technológia, hogy elektromágnesesen vannak tárolva adatok, ez még mindig nincsen elvetve teljes egészében, tehát még simán elképzelhető, pláne az ilyen nagy kapacitás esetén, tehát itt azért 500 terabájtról beszélünk, tehát gondoljunk bele. És egy körömnyi területen elfér. Tehát, hogyha ebből csinálnak egy rendes, hagyományos merevlemezt, és akár több petabájtnyi adat is rá fog férni, idővel persze, akkor én azt gondolom, hogy azt SSD-ben nagyon nehéz lesz behozni első körben. Tehát azért fej mellett még azért itt szerintem a HDD-ket sokáig nem kell eltemetni. A holland egység egyébként, kimaradt egy információ, tehát ugye hasonló elven működő az információkat atomi szinten tároló egységeket egyébként már korábban is próbáltak fejleszteni, de ezek csak laboratóriumi körülmények között voltak képesek a rájuk írt információt megőrizni. A holland egység ezzel szemben szobahőmérsékleten is stabil rézklorid molekulácskákat használ, ami mellett akár hétköznapi használatra is alkalmas lehet. Ennek ellenére egyelőre még nem kell temetni a hagyományos merevlemezeket, az új technológia ugyanis jelenleg korántsem piacképes változatban. A kutatók, tehát nincs piacképes változatban, a kutatók egyelőre nem tudják megmondani, hogy ebből mikor lehet valami, ami ténylegesen piacra tudnak dobni. De azért érdekes, hogy igazából a technika hol tart, és hogy miket meg lehetne akár csinálni. Hát valószínűleg pár év múlva simán elképzelhető, hogy valami ilyen jellegű megoldás születni fog. És hát akkor egy Microsofttal kapcsolatos hír, Windows 10-es hír, hát annyira nem derülátó a Microsoft, illetve bocsánat, egy kicsit derülátó a Microsoft, hiszen úgy néz ki, hogy egy évvel a megjelenése után is úgy tűnik, hogy nem váltja be a hozzáfűzött reményeket a cégóriás legújabb operációs rendszere. A Microsoft egy közleményben azt mondta, nem tudják tartani az eredetileg kitűzött tervet a Windows 10-zel kapcsolatban. Nem kell megijedni, itt ugye arról a hírről van szó, vagy arról a tervről, hogy eredetileg azt szerették volna, hogy 2018-ig 1 milliárd eszközön fusson Windows 10-es operációs rendszer. A 3 éves terv csúszásának oka szerintjük az, hogy a Windows Phone nehezen tör be az Android, illetve Apple által dominált okostelefon piacra, márpedig ugye ezek a készülékek is Windows 10-zel lennének szerelve, tehát a Windows Phone-ok, és hát ugye ezek hoznák azt a szegmenst, ami ugye kiegészíteni a jelenlegi PC-s platformot, és ugye a Windows 10 ezáltal még több eszközön futhatna. A cél valójában már akkor megbukott, amikor a Microsoft 7,2 milliárd dollárért megvette a buta telefonok királyát, ugye a Nokiát, mikor a 3 éves tervet kitűzték,
abban reménykedtek, hogy évi 50 millió Windowsos telefont fognak tudni majd eladni a két legnagyobb piacon, az Egyesült Államokban és Kínában, ám sajnos csak 1,6%-ot, illetve 0,4%-ot sikerült kihasítani a Microsoft mobiloknak a piacból, hát ami nagyon nem az igazi. Tehát, hogy ez azért milliós nagyságrendben nézve közel sincsen az 50 millióhoz. A Windows 10-et ugye tavaly július 25-én dobták piacra, picivel ugye a 29-i dátum előtt már azért elérhető volt. A cég pedig egyáltalán nem visszafogott kampányba kezdett, hogy rávegye a felhasználókat az új operációs rendszer használatára, ami egy picit visszafelé sült el, valljuk be őszintén. A cégvezető Satya, ugye Nadella a 10-es rendszert sokféle különböző készülék egyesítő platformjának tartja, amivel nincs is baj, úgy fejlesztették ki, hogy az asztali és a hordozható számítógépeken, mobilokon, táblagépeken, sőt az Xbox konzolon is egyaránt tudjon futni. De sajnos ezen eszközök összessége sem lesz alkalmas arra, hogy 2018-ra, vagy hát még ki tudja, hát azért még messze van 2018, még igencsak. Hát ha most magát az évet is beleszámítjuk, akkor 2,5 évről beszélünk, nem? Valamivel kevesebb, de 2,5 évről beszélünk. Ha 2018-ig, ami azt jelenti, hogy már a 2018-at nem számítjuk be, akkor is másfél év. Tehát azért meg addig sok minden történhet. Nem tudom most, hogy áll a Windows 10, de annyira nem rosszul. Tehát ha legutóbbi adatok szerint 350 millió környékén járt, az ugye azóta valószínűleg növekedett. Én azt gondolom, hogy még itt behozhatja a lemaradást. Csak hát ugye kérdés, hogy honnan, mert aki akart frissíteni, az igazából szerintem már most is frissített, aki meg nem akar, hát ki tud, nem akart, az meg ki tudja, hogy akar-e a jövőben. Úgyhogy ennyi a helyzet. Ha már maga a Microsoft aggódik, az már azért azt jelenti, hogy lehet, hogy tényleg buktavári van, legalábbis a kitűzött tervhez képest. Pénzügyileg azért én nem aggódnék, tehát hogy a Microsoftnak van mit a tejbe aprítania, szerintem így is. Jó, hát ennyi gyakorlatilag mára, legalábbis ami érdekesség szinten van, amiket így hoztam nektek, úgyhogy jöhetnek a ti hozzászólásaitok, és természetesen, hogyha bárki bármilyen érdekességet talál, akkor ezt is megoszthatjátok velünk. facebook.com/fixhd, ez a mi weboldalunk, illetve facebookos oldalunk, és elindítom a Skype-ot is, ott is lehet szólni, és persze a telefonszámunkat is nyugodtan hívhatjátok. Nézzük is, hogy érkezett-e már valamilyen féle hozzászólás. Viktor van itt velünk, aki, nem, mert ez Roland, bocsánat, Viktor írja nekünk. Szia, Vendi, i3-as 4500U-s processzorral beszélünk, Nvidia GeForce 820M, 2 giga dedikált RAM, 8 giga DDR3-as memória, 500 gigás HDD specifikációi laptopon van, amit grafikai, videó, illetve képszerkesztési, itt leírod, hogy milyen szoftverek, ugye főleg Adobe dolgokra használnád. Az lenne a kérdés, hogy egy esetleges SSD megvásárlásával mondjuk a rendszert és a programokat azon tárolnám, fel tudnám egy kicsit gyorsítani a gépemet, vagy nem lenne számottevő változás? Előre is köszönöm a válaszod, jó a műsor. Köszönöm szépen, Viktor. Mindenképpen azt mondom, hogy igen. Tehát legalábbis ami a felhasználói élményt illeti, hogy egyáltalán hogy fognak elindulni a programok, hogy indul el maga az operációs rendszer, mennyire dinamikusan rákattintasz valamire és már elindul. Én azt gondolom, hogy azt SSD-vel mindenképpen el lehet érni. Ugye a Vinyúnál azért van egy kis szűk keresztmetszet a gyorsaságban, ha nem is kimondottan az írási olvasási sebességben, de ott is, hanem az elérésben. És az elérés is nagyon fontos tud lenni, és az SSD-k esetén ugye az SSD vezérlőjének az elérése ugye a SATA szinten, vagy akár M2 szinten, ugye, hiszen beszélhetünk laptopok esetén ilyen megoldásról is, PC-k esetén még beszéltünk PCI Express-es megoldásokról is egyébként. Én azt gondolom, hogy simán tud ez gyorsaságot okozni. Az i3-as gép azért bevallom őszintén nem igazán multimédiára van kitalálva, az ugye az i-s szériából a legkisebb, tehát a legalacsonyabb szintű megoldás. Ez inkább nem azt mondom, hogy irodai alkalmazásokra van kitalálva, mert azokra elég egy sima egyszerű Pentium is, vagy Celeron. De nem is annyira multimédiára. Tehát azért itt renderelési időben, pláne hogy a videókártyád is igazából egy viszonylag
hát közepes, inkább gyengébbnek számító videókártya. Itt az esetleges ilyen After Effects, meg Photoshop, meg Premiere, meg egyéb ilyen videóvágós dolgok azért ott a renderelésen lesznek problémák, sőt a 3D-s mozgatás esetén, ugye mondjuk egy After Effects-ben szerintem magával a kezelőfelülettel is lehetnek problémák. Ezt azon nem fog nagyon segíteni az SSD, maximum ha nagy fájlokat mozgatsz, akkor gyorsabban tudod mozgatni, de igazából itt a grafikai teljesítmény az, ami szerintem a szűk keresztmetszet ebben a gépben. Ráadásul USB-ról beszélünk, amire rendkívül energiatakarékos ebből a szempontból, tök jó, csak éppen ez a teljesítménynek a rovására megy. Úgyhogy nem akarom lefikázni a gépedet, de igazából ez nem feltétlenül erre van kitalálva. Tehát az Adobe After Effects-nek még az i7 is kevés, úgyhogy egy bazi erős videókártyával, nem úgy az i3-as, de persze attól függ, hogy mit szeretnél benne csinálni, meg milyen felbontáson szeretnél dolgozni. Igazából valamennyire biztos menni fog, és az SSD meg valóban segíteni fog a rendszer gyorsabb bootolásába és működésébe, de processzor meg grafikai teljesítmény szinten ez nem ad, nem oszt, nem szoroz, hogy most SSD-vel megy a gép, vagy pedig merevlemezzel. Oké, következő hozzászólásunk, okos szemüveg van Vendin, így van, nagyon okos lettem tőle. Melyik a jobb választás, a Chromecast, vagy valamilyen Android Stick TV-hez? Figyú, én azt kell, hogy mondjam, hogy ez megint pénztárca kérdése is. Ugye a Chromecast az egy az egyben Google kompatibilis, ami azt jelenti, hogy mire akarod ugye használni. Tehát, hogyha te a képernyődet szeretnéd megosztani, esetlegesen androidos rendszerről akarsz videókat átlökni, vagy alkalmazásokat futtatni a tévén, akkor arra én inkább a Chromecastot mondanám, hiszen ez a Googlenek a saját maga által támogatott terméke. Viszont ugye nem mondom, hogy olcsó, most már egyre olcsóbb egyébként, de még mindig azért a drágább ilyen stickek közé tartozik, biztos, hogy lehet vásárolni egyéb más utángyártott, mondjuk így, vagy utánzott, vagy klón ilyen androidos sticket is, csak kérdés, hogy azok mennyire kompatibilisek, meg mivel kompatibilisek, hiszen azért itt a protokollokban elég sok különbség van, és hogyha esetleg olyan androidos sticket veszel, ami mondjuk nem feltétlenül mondjuk Miracast kompatibilis, vagy a Google Cast kompatibilis, akkor lehetnek például problémák azzal, hogy a készüléken egyáltalán látni fogja-e ezt az eszközt, és tudsz-e rá mondjuk streamelni. Tehát ez itt a kérdés, illetve androidos stickekből azért itt meg kell különböztetni azt, hogy a Chromecast az egy cast eszköz, ahogy a nevében is benne van, tehát streamelni tudsz rá. Minden, ami történik, az nem magán a Chromecaston történik, a Chromecaston csak fut. De igazából maga az alkalmazás, tehát mondjuk mit tudom én, egy YouTube alkalmazás, az a Chromecaston a telefonodról vagy a számítógépedről elindított streamet képes ő maga lejátszani. Tehát nem maga a program fut a Chromecaston. Az androidos stickek között pedig van olyan, ami igazából egy mini PC androidos operációs rendszerrel, és magára a stickre installálsz fel különböző alkalmazásokat. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég gyengúszok, pláne az olcsóbb kategóriás ilyen androidos stickek. Persze ezekből is van jó minőségű, meg kicsit brutálisabb hardware-rel megáldott darab, de az meg drágább, mint a Chromecast. Tehát akkor egy kicsit ilyen rókafogta csuka, csukafogta róka kategória, ugye? Így szokták mondani? Majdnem, mindegy. Közmondásokban sem vagyok jó, vagy szólásokban. Úgyhogy ezen kell elgondolkodnod. Nekem Chromecaston van most már 2 éve, még az első generációs, tökéletesen jól tudom használni arra, amire használom, tehát ha akarom, meg tudom beleosztani a telefonom képét, vagy a számítógépem képét wireless, tehát ugye vezeték nélkül, illetve különböző videókat, zenéket, képeket, bármit ki tudok streamelni a telefonomról, vagy ugyanígy a számítógépemről a tévére, szinte egy kattintással. Erre való. Mondom, az androidos stickek között is van olyan, amilyen Chromecast utánzat, ilyen S-Cast, meg nem tudom, Miracast, meg nem tudom, milyen fantázia névvel ellátott eszközök vannak még. Ezek is működnek, bár azt kell, hogy mondjam, hogy nekem is volt egy ilyen eszközöm, valami kínai utángyártott csoda, és nem igazán működött jól. Tehát akadozott, lassú volt, van, hogy nem kapcsolódott. Inkább vettem egy Chromecastot, ha kicsit is drágább, de ezzel legalább nem nagyon van gond. Időnként persze ezzel is előfordulhatnak problémák, de azért általában nem jellemző. Jó.
Roland is posztolta a Windows 10-zel kapcsolatos hírt, ugye, hogy a Microsoft, hát ez megint hírportálja válogatja, hogy milyen hangnemben fogalmaznak, például itt az egyik hírportál úgy mondta, hogy csúnyán benézte a Microsoft a Windows 10 teljesítményét. Nem gondolnám, hogy ez olyan csúnya benézés. Én azt gondolom, hogy, hogy ettől függetlenül, ha a trendet nézzük, meg azt, hogy a Windows-ok közül ez a Windows az, ami addig a leggyorsabban terjedt el, akkor itt még simán lehet, hogy behozza, vagy tudják magukat tartani ez a tervhez. Az egy más kérdés, hogy egyáltalán ez fontos-e. Nekik igen, hiszen így működik egy vállalkozás, kitűznek egy üzleti célt, üzleti tervet, és ezt meg kell valósítani. Azt nem valósítják meg, az egy üzleti bukásnak hívják, tehát valószínűleg pénzügyileg is ők ezzel terveznek, hogyha ez nem jön össze, akkor valószínűleg veszteségeket fog elszenvedni a cég. De most az, hogy a felhasználók mennyire szeretik meg az operációs rendszert, mennyien fogják használni ténylegesen, vagy mennyien használják már most is, ez mindenképpen siker. És ha azt nézzük, hogy egy jó termékről beszélünk, akkor szerintem itt felesleges kudarcról beszélni, meg csúnya benézésről, meg ilyesmiről. De hát természetesen mindenki mondhat ezzel kapcsolatban bármilyen más véleményt is. Jó, aztán... Szabolcs írja nekünk, sziasztok, valaki meg tudja nekem mondani, hogy az iOS-en futó Facebook kliensen hol tudom beállítani, hogy aktuálisan csak az oldal hírfolyamot szeretném látni. Köszi. Én úgy tudom, hogy ilyet nem lehet. Tehát egyáltalán nem csak iOS-esen, Androidoson sem lehet. Régebben lehetett, még a böngészőben lehet ilyet csinálni. Azt hiszem, hogy Androidban nem lehet már, vagy illetve mobilos Facebook alkalmazásban nem lehet mi ez? Ilyet csinálni, hogy ezt így az ember beállítsa, hogy egyáltalán mit lát, hogy a legjellemzőbbeket, vagy ugye a legfrissebbeket. Most nézem, hogy van erre lehetőség. Régebben volt, azt tudom, de most nincs. De, várjál, folyamok. Legutóbbiak. Akkor van ilyen. Vagy legalábbis az Androidosban van. Csak a legutóbbi bejegyzéseket veszi előre. Egyébként pedig ugye a Facebook algoritmus alapján rangsorolja a bejegyzéseket. Nem tudom, hogy iOS-ben lehet-e, gondolom én igen. Tehát ha Androidban lehet, akkor szerintem iOS-ben is. Segítsünk, jó, Szabolcsnak. Én nem vagyok otthon annyira iOS-ben. Legalábbis nincs tapasztalatom vele, mert nincs ilyen készüléken. Megyünk tovább. Rich írja, hogy sziasztok, Windows 10 normális, ha 65%-os a memória használat, úgyhogy csak a Skype megy, amúgy 4 giga DDR-re 3-as memórián van. Hát én azt gondolom, hogy ez a memória használat, ez a Windows esetén, ez mindig egy ilyen kérdés, ez nem csak a Windows 10-ben van így, hanem már ez mindig is így volt a Windowsban, hogy bekessel előre memóriát. Tehát előre beolvas, lefoglal a memória területeket, pontosan a programoknak a dinamikusabb váltása, illetve betöltése, vagy pont, hogy kilövése miatt. Tehát az, hogy amikor az ember megnézi a folyamatok között a teljesítményben, hogy mennyi az éppen aktuális memória használat, lehet, hogy nem fut semmi, mégis mondjuk a memóriának a fele, vagy akár mondjuk a te esetedben 65%-a benn van a cache-be, tehát úgy mutatja, mintha használatban lenne. Ez normális a Windows esetén, tehát ez nem Windows 10 specifikus, nem változott a Windows 10, én úgy tudom legalábbis, hogy a Windows 10 memória kezelése a korábbi Windowsokhoz képest, legalábbis a Windows 8 óta biztos nem. Minimálisat lehet, hogy maga a memória kezelésnek bizonyos részei igen, de az alap memória kezelés nem változott, úgyhogy ez már a korábbi Windowsokban is szerintem ugyanígy volt. Aztán Zoli írja nekünk, hogy miért nem tudok bejelentkezni a Skype? Nem, ezt nem ő írja, ezt én mondom, mert elindítottam, és valamiért nem akar bejelentkezni. Na most, jó, akkor valószínűleg elrontottam a jelszót. Szóval ahhoz, hogy a mobilos részleg emelkedjen a Microsoftnál, nem kellett volna buta döntéseket hozni, illetve lenyilatkozták azt, hogy most nem foglalkoznak ezzel a szegmenssel, akkor satya ne csodálkozzon. Ez is egy vélemény, de ez már valaminek a következménye. Tehát, hogy pont azért, mert ez már megelőzte ezt a történetet, tehát ők már ezt látták, hogy ez nem megy. Meg hát igazából sosem ment. Bíztak abban, hogy menni fog, nem jött be ez a történet, és ezért szorították a háttérben, és inkább foglalkoznak az asztali rendszerrel. Nincs ebben semmi. Most ez, hogy ez hülye döntés volt, vagy nem volt hülye döntés, ezt ők tudják jobban, hát az ő cégük, meg úgy egyáltalán ők látják az irányt, mi maximum csak ugye a folyamatos híreket halljuk ezzel kapcsolatban, meg véleményezhetjük, de hát most amiről nem tudunk, arról túl sok véleményt sem tudunk igazából.
mondani. Maximum magánvéleményeket. Az én véleményemet szerintem ezzel kapcsolatban ismeritek. Tehát Windows 10, vagy nem is csak a Windows 10, hanem mint úgy. Én a Windows 10-et szeretem, mint operációs rendszer. A Windows Phone-nél viszont nem vagyok oda. Sosem voltam oda. Igazából. És a statisztikák is azt mutatják meg, a felhasználói bázis is azt mutatja, hogy más sem annyira. És ennek biztos, hogy megvan az oka, és ezért küldték, hogy úgy mondjam, egy picit parkolópályára valószínűleg. Itt van Attila velem Skype-on, úgyhogy vele folytatjuk. Szia, Bendi! Akkor a változatosság kedvéért Windows telefonról beszélek Skype-on. Lenne egy olyan kérdésem, hogy van nekem egy 8 hónapos asztali számítógépem, ami egy i3-as gép, gigabyte alaplappal és integrált Realtek hangkártyával. Na most ez a gép, ez Windows 10-del 6 teljes hónapig körülbelül jól szólt a hang, úgyhogy semmi probléma nem volt, majd aztán egyszer csak elkezdett olyat csinálni, hogy ilyen random módon kihagyogatott a hang egy pár másodpercre, tehát soha nem lehetett tudni előre, hogy mikor, ez mindig úgy váratlanul, tehát ezt nem lehetett úgy előre tudni. És hát amikor már nagyon idegesített a dolog, akkor felhívtam a számítógép szerelőmet, egyébként abba az üzletbe rakattam össze a gépet, ahol ő is van, és ő bevitte, és bent volt 3 napig a gép, és figyelték, tehát megvizsgálták ebből a szempontból, hogy tényleg van-e ilyen probléma. Majd 3 nap után felhívott, és mondta, hogy hát ők nem tapasztalták ezt a problémát, úgyhogy most akkor mi legyen? Hát mondtam neki, hogy jó, hát végül is, ha nem, hát akkor hozd már vissza, légy szíves, az kész, az majd lesz valami. Aha. Na visszahozta, és a következő dolgot vettem észre. Most van nekem egy Windows 7-es operációs rendszerem is, meg van egy Windows 10-es is. Uh-huh. És most véletlenül direkt megpróbáltam, hogy feltelepítettem mind a két rendszert, a 7-est is, meg a 10-est is. Uh-huh. És azt tapasztalom, hogy addig még a 7-es alatt egyáltalán nem hagy ki a hang, vagy talán legfeljebb egyszer, ha észleltem, addig a Windows 10 alatt elég gyakran kihagy a hang, és én már mindent megpróbáltam, próbáltam drivert frissíteni, próbáltam újra rakni, és egyszerűen nem tudom megoldani ezt a problémát, semmilyen úton módon. Na jó, várjál, ez... jó. Hát a hangkihagyás, menjünk vissza a probléma gyökeréhez, a hangkihagyásnak milyen okai lehetnek? Hát lehet ugye hardveres probléma, tehát hogy vagy a hangkártyáddal valami nem jó, vagy annak a driverével nem stimmelt valami. Ez az egyik. A másik, és ez egy kérdés. Hol hagy ki a hang? Tehát mit csinálsz éppen? Mit zenét hallgatsz, YouTube videót nézel? Vagy? Akár online, akár offline, tehát teljesen mindegy, hogy a gépről hallgatok zenét, vagy valamit, vagy az internetről bármit, tehát akármilyen hang kihagy bármikor, tehát random módon. És akkor ez úgy van, hogy tulajdonképpen ilyen 1-2 másodperces kihagyástól kezdve mondjuk akár egészen a 10-15 másodperces kihagyásig. Ilyenkor körülbelül. Mit csinál a gép egyébként? Tehát azt megnézheted, hogy ilyenkor a folyamatok között nem 100%-on fut véletlen, a processzor valamit éppen csinál nagyon és el van foglalva. Ezt nem tudom, hogy nézted-e például. Megmondom őszintén, hogy a processzort nem néztem ilyenkor, viszont nekem az az érdekes, hogy Windows 7 alatt ez egyáltalán nem történik meg. A másik pedig az, hogy mondom, 6 hónapig Windows 10 alatt is tökéletesen működött, tehát semmi gond nem volt. A 10-et újra raktad, vagy próbáltad vissza állítani alaphelyzetben? A 10-et ebből kifolyólag, igen, hát ebből kifolyólag próbáltam újra rakni, de akárhányszor, legalább 2-3-szor újra raktam, és nem oldotta meg 10 alatt a problémát. Uh-huh. Most, hogy fent van a 7-es, most a 7-es az jó. Tehát a 7-essel megy rendesen, azzal nincs ilyen gond. Hát, de mondom, 6 hónapig a 10-essel se volt, na most még garanciás a gépem tulajdonképpen, és ugye hát már így mondom, hogy egyszer már visszadobta a szerviz. Hogy értem, most hát mert akkor itt valószínűleg driveres probléma. Nem tudom, mert ez furcsa hiba, tehát én még ilyennel bevallom őszintén, nem találkoztam. Drivert kellene esetleg hozzánézni, ugye az alaplapgyártó oldalán.
esetlegesen. Hát onnan töltöttem le, onnan töltöttem le venni. Van hozzá ugye... Windows 10-es driver, kimondottam? Hát szerintem nem 10-es, én 10-est azt hiszem, hogy nem találtam 8-as hozzaló, de 8-assal tökéletesen. És hogyha hagyod, működött, hogy a Windows installáljon fel? Nem találja meg. A realteket meg kell találni. Nem találja meg, egyszerűen nem. Amikor még... Tehát magyarul, amikor hiszem, fölinstalld a Windows-t teljesen natúran, akkor nincs hang? Van hang, hát de akkor... van hang, de nekem szükségem van külön egy Realtek hang driverre, mert 5.1-es hangszórón van, és ahhoz viszont ugye fel kell tenni, mert egyébként nem tudom úgy hallgatni anélkül. Tehát nekem azt mindenképpen fel kell tenni. Értem. Hát ez, látod, lehet problémás, tehát hogy valamilyen driver specifikus probléma van, tehát magyarul, hogyha nincs hozzá normális driver, hanem a Windows egy alap drivert, valószínűleg a chip alapján beazonosítva egy alap drivert tesz föl, gondolom én azzal nincs gond. De egyébként, hogy mondjam, tehát próbáltam frissíteni is, és akkor ugye, hogy keresse meg ugye a Windows az interneten esetleg a legfrissebb drivert, és mindig azt írta ki, hogy a legfrissebb van feltelepítve, ez az egyik. Már még odáig is elmentem, bár tudom, hogy mondjuk te nem nagyon szereted az ilyen programokat, meg én se igazából, de már még azt is megpróbáltam, hogy egy ilyen driver frissítő programmal megnéztem, hogy talál-e valamit, és végül is talált állítólag frissebbet, mert ezt jelezte a program, hogy nagyon régi a driver. Na most tegnap lefrissítettem ugye azzal, amit ez a program megtalált, és gyakorlatilag ugyanúgy fennáll továbbra is a probléma, de 7-esnél ugyanúgy nem áll fenn. Értem. És most igazából nem tudom, hogy mivel, hogy 6 hónapig tényleg semmi probléma nem volt Windows 10 alatt a hanggal, és csak 6 hónap után jelentkezett, de azóta viszont ez úgy random módon előjön, 7-esben meg nem, hogy akkor most igazán, hogyha... Hát ezt elősítom neked a választ, hogy ez mitől lehet, tehát ha 6 hónapig ez tök jó ment, és nem változtattál semmit a driveren, és a Windows sem frissített mondjuk hozzá drivert, akkor, mert hogy miért frissített volna, gondolom én, hogyha föltetted a de akkor Windows 8-as drivert raktál fel hozzá, és az a tök jól működött. Igen, hát volt egy olyan időszak, azt hiszem, hogy az még a tehát ez a fejlesztői verzióban volt, amikor a Windows ilyen, tehát a Windows 10 ilyen, hogy mondjam, ilyen erőszakos módon felrakott egy ilyen Realtek drivert, függetlenül attól, hogy volt-e valakinek éppen olyan kártyája, vagy nem. Aztán ezt a dolgot, ezt valahogy letiltották, valahogy rájöttek arra, hogy ez nem jó, és nem csinálja. Lehet, hogyha most működne, akkor jó lenne, mert lehet, hogy akkor most font azt tenné fel, ami jó, nekem. Amit én mondani tudok ezzel kapcsolatban, hogy fölkerül menni a Realteknek az oldalára, és onnan kéne akkor leszedni egy drivert gyakorlatilag, mert ott van fönt, most néztem meg, vagy itt van pont előttem, van Windows 10-hez driver. Tehát le lehet szedni a Realtek oldaláról a Windows 10-hez való drivert, és nem csak 8-hoz van. Hát mondjuk az igaz, hogy nem tegnap volt, amikor megnéztem. Tehát igen, lehet, tehát valószínűleg az alaplapgyártó oldalát nézted, ott lehet, hogy nincsen, de ugye ez egy külön chip, tehát ha Realtek chippel van ellátva, akkor általában mindegyiknél ez a High Definition Audio Codec chiphez való driver kell gyakorlatilag, az pedig fel fog menni, úgyhogy ha felmész a Realteknek az oldalára és rákeresel erre, tehát hogy High Definition Audio Codec, akkor ott meg fogod találni és le tudod tölteni, gondolom 64 bites, akkor 64 bites verzió, ami Vistától kezdve egészen Windows 10-ig gyakorlatilag minden operációs rendszerrel kompatibilis, ezt próbáld meg leszedni, és ezt próbáld meg feltenni. Hát a lényeg az, hogy amikor én legutoljára ott jártam az oldalon, és szerintem ott voltam én is, a Realteknek az oldalán, akkor még én nem találtam. Ott kellett lennie, mert ha jól látom, akkor 2015 6. hó 25-én került föl, tehát ez már több mint egy éve fönn van ez a driver. Hát nem. Valószínűleg abból van frissebb verzió is, de itt ezen az oldalon, ahol éppen nézem, mert nem a Realtek oldalán nézem. Vagy akkor elkerülte valahogy a figyelmemet, hát igen, lehetséges. Úgyhogy ennyi, ezt elvileg föl kell ismernie. Jó, de most rámentem a Realtek oldalára is, kimondottan, és ezt mindjárt meg is fogjuk nézni, hogy itt most milyen verzió van fönt. Tessék, gyakorlatilag ugyanaz a verzió van fönt egyébként. Ezt meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek is, tehát itt van, erre lesz itt szükség.
Jó? Erre. Uh-huh. Ezt kell letölteni, és akkor ezzel meg fogod tudni. Jó? Jó. Jó, hát meg fogom próbálni. Még annyit hagyd kérdezzek. Hát reméljük, hogy ez a gond. Hogy te mit csinálnál abban az esetben, ha mondjuk ez se segítene? Tehát akkor, hogy mondjam, tehát érdemes szerinted a szervizt hajtani továbbra is? Nem hiszem. Tehát mert a szerviz, hogy mondjam, tehát ő hardveresen foglalkozik valószínűleg a géppel. Ha hardveresen nincs baj a gépnek, mert te mondod, hogy 7 alatt tök jól működik, meg 10 alatt is működött, akkor ők szoftveres problémából kifolyólag ők nem fognak vele nagyon mit csinálni, vagy hát attól függ, milyen szerviz, mert van, ahol szoftveresen is megoldanak dolgokat, csak érted, ez felesleges pénzkidobás, én azt gondolom. Na jó, csak tudod, hogy annyi volt ebbe az érdekes, annyi volt ebbe az érdekes, hogy akkor, amikor bent volt a gép a szervizbe, akkor csak Windows 10 volt rajta, és akkor nekem ezt rendszeresen csinálta. Ők meg bent tartották 3 napig, folyamatosan vizsgálták, tehát minden nap hallgatták a gépet, és ők ezt nem tapasztalták. Tehát érdekes az, hogy én naponta többször tapasztaltam, ők meg egyetlen egyszer se. Aha. Tehát nekem ez a furcsa. Passz, nem tudom, hogy ez mitől lehet. Tehát itt akkor még ilyesmikre tudok gondolni, és egyébként ezt valaki ezt is írta például, hogy lehet, hogy a hangszóró kontakt hibás, hogy próbáltad, mondjuk, hogy fülhallgatóval hallgatóval. De hát mondjuk akkor Windows 7 alatt meg miért nem kontakthibás? Na, ez az. Még az lehet esetleg, hogy a bekötés nem más ilyenkor, hiszen ugye ezeknél a hangszóró, vagy ezeknél a hangkártyáknál ugye több bemenetbe kell bedugni az 5.1-et. Igen, hát nekem telepítéskor mindig ki kell húzni a dugókat, meg vissza kell dugni, mert ez olyan, hogy nekem az előző gépemen egy, most nem jut eszembe hirtelen, mindegy, gyorsan akartam mondani, tehát egy másik hangkártya volt, és azt soha nem kellett újra telepítéskor kihúzgálni, az úgy, ahogy be volt dugva, úgy minden felismert, jó volt, csak annyi, hogy hát ugye konfigurálni kellett, de nem kellett a dugókat kihúzgálni, ennél mindig ki kell húzgálni, mert át kell állítani, mert 3 kimenete van, és akkor itt valamit... Hát akkor lehet, hogy ott van valami kontakthiba valamelyik kábelnél, még ez lehet egyébként, hogyha máshogy van úgymond a bekötése, mint a Windows 7-es drivernél, a Windows 10-ben, akkor lehet, hogy ott az a gond esetleg. Valamelyik hangszóró... Én arra értem, hogy az előző gépem, ami volt, abban nem Realtek hangkártya, vagy nem Realtek hangkártya volt, hanem nem jut eszembe hirtelen a neve, na mindegy, amikor kéne, akkor biztos, hogy nem jut eszembe, és a lényeg az, hogy az a hangkártya, az például nem csinált olyat, hogy amikor újra raktam a Windows, akkor a dugókat ki kellett húzni, hogy újra felismerje egyáltalán, és be kelljen jelölgetni, ugye, hogy melyikből melyik szóljon. Tehát ugye az rendben van, mondjuk ezt meg tudom csinálni, csak van egy olyan probléma, hogy utána viszont mindig le kell tiltani, hogy ne induljon automatikusan a Windows-zal, mert állandóan feldobálja nekem azt, hogy egy dugó ki lett húzva, meg vissza lett dugva, és ezt nekem még, nem tudom, ha nem tiltanám le, akkor még napok múlva is feldobná, hogy egy dugó ki lett húzva, egy dugó csatlakoztatva. Hát erre nem tudom mit mondani, de akkor biztos, hogy kontakthiba van, tehát hogyha ilyeneket ír ki, hogy egy dugó, ami egyébként lehet, hogy be van dugva, mégis úgy érzik, hogy nincs bedugva, akkor ott vagy a hangkártyával nem jó valami az ajzatával, tehát a végfok, amiben bedugod ugye a csatlakozó ajzat, vagy maga a hangszóróval, tehát vagy a kábellel, és akkor azért érzékeli azt, hogy ki van húzva. Igen, de viszont akkor azt a szervizbe csak észre kellett volna. Hát de miért a hangszórókat is bevitted kontakt magaddal? Nem, hanem hogyha kontakthibás a kimenet. Hát de ha nem a kimenet, hanem mondjuk a hangszórónak a kábele kontakthibás, vagy zárlatos, akkor ez ugyanazt okozza, tehát ugyanezt a problémát okozhatja. Tök mindegy, hogy most az ajzat a kontakthibás, vagy sem. Igen, csak akkor még mindig ott van az a kérdés, hogy a 7-esnél miért nem csinálja. Ez nem, nagyon jó kérdés. Nem tudom. Lehet, hogy azért, mert más a bekötése. Nem tudom. Vagy driveresen más, hogy fogalmam sincsen. Próbáld meg ezt a drivert. Tulajdonképpen annyi van, hogy amikor a 7-es telepítettem, ugyanúgy ki kellett húzni a dugókat, ugyanúgy be kellett jelölni. De ez is hülyeség. Bocsánat, Attila, hogy ezt mondom, de nem kell kihúzogatni a dugókat. Tehát én még ilyen nem hallottam, hogy ki kell húzni egy hangszóróból a dugókat a telepítéskor. Miért kéne kihúzni? Hát figyelj, azért, mert megmondom miért. Azért, mert hogyha nem
húztam ki, és nem állítottam be úgy, hogy feldobta azt a párbeszéd ablakot, ahol be kell jelölni, hogy... De hát azt a utility-be be tudod állítani, szóljon. És az, hogy magától dobja föl, vagy te mész be magába a utility-be, és ott állítgatod, akkor nem az szólt, akkor nem szólt nekem, csak a center, meg a jobb, meg a bal oldal szólt csak, és a két hátsó akkor egyáltalán. Jó, ezt nem fogjuk tudni megoldani, mert fogalmam sincs. Tehát az a baj, hogy nekem ez túl sok információ vár, és ebből én így nem tudom, mi lehet a probléma. Tehát, hogy... Én sem tudom egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy próbáld meg ezt a drivert, illetve azért ellenőrizd le szépen a hangszórókat, próbáld meg úgy, hogy egyenként, tehát mindenhova ki kell menni, tehát a kimeneteken lennie kell hangnak. Most az, hogy nem a hangszórók vannak bedugva, hanem mondjuk mindegyikbe bedugod a fülhallgatót, hogy kipróbáld, így tudod esetleg leellenőrizni, vagy esetleg ideiglenesen megcserélsz két hangszórót, vagy kihúzol kettőt, és csak kettőt hagysz bedugva, de mondjuk ami eddig a rare volt, azt most frontba dugod, csak a teszt kedvéért, hogy akkor is csinálja ezeket, mert akkor kiderül, hogyha ilyenkor mondjuk az egyiknél csinálja, a másiknál nem csinálja, akkor biztos, hogy a hangszórókkal van valami gond. Most az, hogy a hétnél miért nem csinálja, nem tudom. Tehát ez furcsa. Igen. Na mindegy, ha valakinek van ötlete, földobtuk, jó? Valahogy majd megpróbálom megoldani. Okay. Köszi szépen! Köszi Attila, hello, szia! És van egy telefonálunk is, köszönöm a türelmedet. Hello, szia! Szervusz, Lendi, én vagyok, ugye? Te vagy, igen, parancsolj! De az a helyzet, hogy nagyon sokat tanultam a műsorodban, nagyon szeretem, nagyon jó, de nem mindegyiket köszönöm láttam. Szépen. Lehet, hogy buta kérdés, lehet, hogy jellemzően máskor is. Föltettem annak idején a Windows 10-et, és működik, minden rendben van. Uh-huh. Azon golyózom, hogy ha egyszer valamiért tönkre menne a gép, uh-huh, és elszállna az egész, akkor hogy tudom újra alkalmazni, újra telepíteni. Hát én nem emlékszem, hogy kódot kaptam volna, legálisan ő frissített. Uh-huh. Szóval ha tönkre menne az egész, akkor hogy tudom visszacsinálni? Hát alapból, hát először is fel kéne írni a kódot, azt azért az úgy legyen. Bocsánat, honnan tudom megnézni? Van erre egy program, úgy hívják, hogy ProduKey nevű program, erre így rá kell keresni az interneten, én legalábbis ezt, ha többféle is van, de én ezt szoktam ajánlani, és ezzel ki lehet olvasni a Windows 10-es termékkulcsot gyakorlatilag, azt érdemes felírni, mert akkor utána tiszta telepítéssel, azzal a kóddal bármikor visszarakható a Windows 10. Ennyi, de egyébként még az az igazság, hogy alaphelyzetben egyébként nincs is rá szükség, hiszen hogyha egyszer aktiválva van egy Windows 10 ugyanazon a hardveren, akkor egy tiszta telepítése az ember fölteszi, akkor tudja már a rendszer, hogy ez egyszer aktiválva volt és újra fogja aktiválni, de ha bármiért mégse tenni, akkor azért nem árt, hogyha ott a kód. Köszönöm szépen, ja? Nagyon sokat segített, és nagyon sokat tanulok a műsorodból. Köszönöm szépen. Hello, szia! Megyünk tovább Zolival. Hello, Wendy, memória beállítás gondom van, 8 gigás 1866 MHz DDR3-as memória. Itt leírod a márkáját, és CL10-es kitben van, tehát 2x4 gigás memóriáról beszélünk. Ebből a RAM-ból van 4 darab, ugyanaz a típus, ma vettem újonnan. A probléma annyi, hogy az alaplapban, ha például 2x4 gigát teszek be, akkor automatikusan megy 1866 MHz-en. Viszont ha már 4x4-et teszek bele, automata beállításoknál csak 1600 MHz-en indul el a gép. Hiába állítom be manuálisan, hogy 1866 MHz-en menjen, mindig visszamegy 1600 MHz-re. Ettől függetlenül látja a gép a 16 giga RAM-ot, de nem 1866 MHz-en. Az alaplap pedig támogatja ezt a frekvenciát. Húha! Hát igen, itt a késleltetés a kérdés, hogy biztos, hogy 100%-osan pontosan ugyanolyan memóriákról beszélünk, Zoli. Mert csak abban az esetben tudnak ezek ugye a CL10-ben normálisan működni. Egyébként pedig még, hát lehet más probléma, tehát lehet alaplapi probléma is, lehet, már úgy értem, hogy probléma, hogy esetleg BIOS szinten nincs jól lekezelve, tehát lehet egy BIOS frissítés, ez mondjuk orvosolná ezt a problémát. Vagy nem tudom, hogy táp szinten hogy állunk, tehát hogy elég egyáltalán, tehát vagy éppen csúcsra járatod a tápodat, mert az is okozhat ilyet esetlegesen, hogy bár mondjuk induláskor ugye még nincs nagyon használva a gép, tehát hogy nem tudom, a táp az lehet, hogy ebben a szempontból mindegy. Nem tudom, BIOS frissítést, illetve BIOS beállításokban kell igazából körbenézegetni. Ha az alaplapot tényleg támogatja, kérdés, hogy tényleg támogatja-e. Tehát ugye sokszor rámondják egy alaplapra, vagy azt írják, hogy igen, ez tök jól működik, és mit tudom én, aztán kiderül, hogy mégsem. És itt ugye sajnos az a helyzet, hogy most
tök mindegy, hogy milyen típusú memóriáról beszélünk, illetve pont, hogy nem tök mindegy, hogy milyen típusú memóriáról beszélünk, mert sajnos vannak olyan alaplapok, amik nem minden memóriát szeretnek. Egyszerűen válogatnak. Hát ez előfordul, és lehet, hogy pont a tieddel ilyen szinten ennyivel meg nincs kibékülve. Egyébként meg azt próbáld még ki, légy szíves, hogy külön-külön a 4-4. Tehát ugye azt mondod, hogy 2x4 giga tök jól megy. A másik 2x4 giga is tök jól megy, 1666 MHz-en. Tehát, hogy, mert akkor viszont együtt is elvileg tök jól kéne működniük. Jó? Nem tudok más ötletet így hirtelenjében kitalálni. Esetleg BIOS frissítést lehet még nézni, vagy ha van valakinek ötlete vagy tapasztalata hasonlóval, akkor természetesen hozzá lehet szólni. Aztán Carlos Hunter Roberto írja nekünk, hála Istennek az én gépemnek soha semmi baja, Windows 10 64 bites Windows-t használok. Mázlista vagy Carlos, mert azért minden gépnek szokott időnként némi kis nyűgje lenni. Vagy mondjam, hazudnék, ha azt mondanám, hogy az enyémnek se sincs nyűgje, néha van, de nem is a Windows-zal igazából, hanem egyszerűen, de a Windows-zal is, de egyszerűen ugye az ember a használat során tapasztalni olyan dolgokat, amik mondjuk nem úgy kéne, hogy működjenek. Ugye? Hát ez mindig benne van a pakliban, de addig jó, amíg te nem tapasztalsz ilyet. Tehát az tényleg tökéletesen jól működő gép, azzal az embernek nincs baja, de időnként persze belefutunk egy-egy problémába, és mondjuk, ha csak annyi az egész, hogy újra kell indítani emiatt a gépet, és utána megint egy ideig nem jelentkezik a probléma, akkor én ezt nem nevezném problémának. Mert egyszerűen ilyenek az operációs rendszerek, ez tök mindegy, hogy Windowsról, Linuxról vagy bármiről beszélünk. Az első az mindig az, hogy indítsuk újra a gépet. Tehát pláne ha sokáig nincs bekapcsolva, vagy sokáig nincs kikapcsolva mondjuk, vagy csak pihent, tehát mondjuk laptopok esetén csak standby-ba, vagy akár alvásban küldve, akkor bizony előfordulhat, hogy bizonyos dolgok beragadnak, nem ébred föl rendesen, stb. Stb. Ilyenkor azért érdemes a gépet teljes egészében kikapcsolni és újraindítani. Ugyanez a helyzet az okostelefonoknál is egyébként, vagy bármilyen eszköznél. Az első az mindig az, hogyha valami problémát tapasztalunk, indítsuk újra. És ha még mindig fönnáll a probléma, akkor kell elkezdeni utána járni, hogy vajon mi lehet ez a probléma. De hát, hogyha te nem tapasztalsz semmi problémát, akkor mázlista vagy. Jó? Jó, nézzük, hogy van-e még itt. Van, belefér még egy telefon, hogyha esetlegesen. Tessék? Letette. Ja, hogy letette közben. Jó. Azt mondja, hogy közben jönnek az ötletek a hangkártyával kapcsolatban. Zoli írja például, hogy a hangkártya drivert szedje le, amit Windows 7 vagy Windows 8-hoz van, Windows 10-nél még telepítse. Hát ez logikus, hogyha valamilyen driveres problémáról beszélünk, akkor általában azt a drivert illik uninstallálni, vagy leszedni, és lefrissíteni egy újjal. Windows 10 esetén azért a Windows 7-es driverekkel vigyázzunk, mert inkább a 8-as driverek, amik kompatibilisek, és azok sem mindig 100%-ban a Windows 10-zel, bár általában igen. A Windows 7-es driverek azok azért nem minden esetben kompatibilisek a Windows 10-zel, bár vannak az úgynevezett ilyen általános driverek, mint például a Realtekhez tartozó driver is ilyen, ugye, amit az előbb mutattunk, ami látjátok, hogy Vista-tól Windows 10-ig ugyanazt a telepítő csomagot használja, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanaz a driver működik mindegyik rendszer alatt. Vagy lehet, hogy magában a telepítő csomagban külön vannak persze választva, de egy telepítő csomaggal föltelepíthető bármelyik rendszerre. Én azt gondolom, hogy az a jó, amikor ez így van meg. És a Realtek egy elég népszerű és eléggé közkedvelt hangkártya chip típus, hogy úgy mondjam, tehát elég sok alaplapi hangkártyában ezt használják. Nem nagyon szokott vele gond lenni, vagy legalábbis én Windows 10 alatt nem nagyon találkoztam még ilyen jellegű problémával, hogy gond lenne vele. Aztán Sid Jones is írja, hogy nekem ilyen hangkártya van, és egyszer kell elfogadni, utána nem kéri. Már hogy mit? Mit kell elfogadni, és mit nem kér? Hát a drivert azt lehet, bár mondom, én úgy tudom, sőt most ugye már mondtam egy párszor, hogy elég sok gépet telepítgetek mostában, és azokban is Realtek hangkártya van, teszem hozzá. És nekem alapból működik, tehát nem kell hozzá. Jó, mondjuk az 5.1 az kicsit más, tehát hogyha mondjuk 5.1-es kimenetű hangkártyák vannak, akkor azokhoz azért tényleg kell valami utility is, hogy az 5.1 alapból működjön, én úgy tudom, mert alap esetben nem mindig működik a Windows-os alapdriverrel, de mivel az ember ritkán használja a gépet, legalábbis azokat a gépeket, amiket én telepítgettem, ritkán használjuk egyébként 5.1-es hangrendszerrel, tehát, hogy inkább sztereóba használjuk, még ha tudja is az 5.1-et, azokkal pedig az alapdriverrel is tökéletesen jól elmegy. De mondom, tehát föl lehet tenni a Windows 10-es drivert a Realtek oldaláról, az a biztos. Jó, Viktor
Az előző kérdésemmel kapcsolatban eszembe jutott még valami. Laptopnál mi az igazság? Aksit benne hagyni vagy kivenni? Melyik tesz jobbat? Mely módon kíméled jobban? Ugye ez egy örök kérdés, és már rengetegszer beszéltem róla én is itt a műsorban. Az az igazság, én annak a híve vagyok, hogy hagyjuk benne az aksit, ugyanis általában, pláne az újabb technológiai laptopoknál, tehát ez azt jelenti, hogy 4-5 évvel ezelőtti laptopok esetén már szinte biztos, hogy úgy van megoldva, hogy külön van a töltő elektronika és a tápellátás, az külön van kezelve. Ergo, amikor föltöltődik az akkumulátor, ugye, hiszen ugyanúgy a táp, a DC csatlakozón keresztül töltöd az aksit, plusz ugye működteted a gépet is. Tehát magyarul, ha föltöltődött az aksi, akkor kikapcsolja a töltő elektronikát, tehát igazából nem tudja túltölteni az aksit, hanem igazából úgy használja, hogy az aksi olyankor pihen. Magától persze egy picit mindig merül, és pont ez a lényeg ennek az egésznek, hogy időnként, én ezt szoktam egyébként csinálni, bár én annyira rendszeresen ugye cipelem magammal ide-oda a gépet, nálam van olyan, hogy néha táprol megy, néha nem táprol, ez a legegészségesebb egyébként, és nem jó az, hogyha az akkumulátor nincs használva. Úgymond beáll benne az az aksi zselé, ami ezekben van, és az nem tesz túl jót neki, tehát azt néha azért merítgetni kell. Tehát ha nem is teljesen lemeríteni, mert az sem tesz túl jót neki, de merítgetni kell. Ezért én azt gondolom, hogy időnként csináld azt, hetente egyszer, kétszer, hogy húzd ki a tápot és használd egy kicsit aksiról, és amikor már merült az aksi, mitől lemerült a feléig, akkor visszadugod, és kész. Csak hogy időnként mozgassa meg a benne lévő, ugye aksi cellákba lévő trutyit, gyakorlatilag nem tudom szebben mondani, zselét, vagy hát nem mindegyik zselés, azért mondom inkább így, tehát a tartalmát, hogy kicsit működjön az akkumulátor, mert ha nem működik az akkumulátor, akkor úgymond beáll, és nem lesz hatékony a töltése, meg a teljesítménye. Tehát én mondom, én azt javaslom még egyszer, hogy használjuk nyugodtan tápról, de hetente egyszer-kétszer húzzuk ki azt a tápot, és merítgessük kicsit, akár teljesen le is meríthetjük az aksit, és akkor újra visszadugjuk, akkor feltölti. Jó? Ez a jó megoldás. Én azt gondolom, mert az nem tesz túl jót neki, ha kivesszük, eltesszük a polcra, mert ott sem, tehát nincs benne mozgás onnantól kezdve, és ez nem jó. Tehát az aksinak használódnia kell. Oké? Okay? Ennyi a lényeg. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a Restart mára. Holnap mi van? Holnap szerda van, ugye? Úgyhogy holnap találkozunk. Ugyanígy 7 órától. Azért mondtam így, mert csütörtökön nem leszek majd valószínűleg, bár megint nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki. De adás lesz, úgyhogy ettől függetlenül érdemes ide kapcsolni. Holnap viszont én leszek, úgyhogy találkozunk. Szevasztok!